Sőt, süt a buli? Nem. Mindjárt fog. Itt az idő. Az osztályfőnök úr nemrég megtartotta az utolsó osztályfőnöki órát. Legalábbis azt hitte. Talán igazán is lehetne, hiszen most fog az utolsó utána osztályfőnöki óra. Ó, de írai lettem. Nagyon szép gondolatom támadta. Megosztanám mindenkivel. Facebookon? Szerintem hülye vagy. Szerintem is az vagy. Szép gondolataim. Állj el, most. De a szép gondolatok. Viszont most az osztályfőnökről fogunk beszélni. Ennyit a szép gondolatokról. De csak nem vagyunk magunk. A közönség mindent hallott. A szép gondolatomat nem hallhatta. Értsd már, meg Norbiról lesz szó. Nos, a Norbival való kapcsolatos gondolatokat egy gondolatolvasó sem hallhatta. Micsoda paradoxon? Ugye nem kötnek be? Ugyan, kedves közönség, ne legyenek ennyire közönségesek, jó? Köszi. Most indul! Mi? A mandula? Akkor a hát akkor... Norbi! Ő itt a magán! Ember az osztályfőnök, már minek is tagadni? Búcs, ugyan átfogjuk most a szavakat megragadni. Általában hallgattunk rá, ám mivel most ballagunk. Senki ne gondolna arra, hogy most is csak hallgatunk. Amit én most kijelentek, nem kell hozzá bátorság. Se bátorság nem kell hozzá, se földrajzi távolság. Szintén szakmáját, megtudta rendesen. Tanította is ezt nekünk, volt olyan, hogy csendesek. És amit csinál, várjuk egészségére. Mit is tenne, nem tanárként? Pizza futál létére. Valószínűleg ugyanazt, oktatnál tudatlan. Nem keverve össze a papot, papnét, na meg a paplant. Norbi bának a gerince kemény, mint a szénacél. Azt se rendtetti, még hogy a dúsájába tép a szél. Agyunk a sok tudományt, hajszál hiány feltolta. Hamar megtanultuk tőle, hogy a sos nem fog legyeket. Pókeralca könyvelte be a jobb már jobb jegyeket. Tanár bá most arra gondol, ilyen már történt velem. Megjutatjuk kollektíve, ugyan ez történelem. Kedves szülők, kaptam itt most elnézést. A szemüvegemet fel kell venni, mert csak ilyen pacákat látok ott a... Ilyen sokan vannak? Most nagyon viccesnek kell lenni. Szóval a kedves szülők, kaptam itt most hideget, meleget, szép verset és rímeket, de azért az éremnek van másik oldala is. Én is tudok a gyermekeikről, rokonaikról, családtagokról, szomszédról egy csomó információt, amit ziher, hogy nem mondtak el otthon. Én viszont most köpni fogok, mint a legyek. Tudják, együtt kezdtük a gyerekekkel az Izsó Miklós általános iskolába. Akkor jöttem, mikor ők kezdték az első évet, és nem felejtettem el, de Orsi néni még tegnap felhívta a figyelmet rá, hogy Ruszó Ármin, légy szíves, gyere ide, kedves barátom, a srác, a fiú! Az ász, a legjobb focista, az egyik legjobb focista, első munkanapja az iskolában úgy zajlott, emlékszel még? Tehát reggel 8-tól délig végigordította a napot, és ha jól emlékszem, anyukának, Marika, merre vagy, nem látlak, bocsánat, anyukának egész nap bele kellett lennie, ugye? Másnap úgy jött iskolában, mint aki már 8 éve ide jár, mint most, aki 8 éve ide jár, köszönöm szépen. Akkor voltak még egyébként kis tiklik. Tudják, az én gyerekeim nagyon rendesek voltak az évek során, ez valószínű, hogy nekem köszönhető. Tudjuk, szót fogadtak, nagyon szófogadó osztály volt. Mikor Gabika néni megkérte őket, hogy maradjanak már csendbe biológia órán, ugye? Így volt ez? Mert valami fontos igazgatói feladatokat kellett ellátni, és ők olyan komolyan vették, hogy hazamentek.
Elvégre ugye, akkor van a legcsendesebb az osztályban, ha nincs otthon senki, tehát nincs otthon senki, de ó, csináltak még, ugye, annyira aranyosak voltak az enyém, ugye én 18 éve tanítok, nem látszik meg, de tényleg 18 éve tanítok, nagyon sokszor láttam azt, hogy megszöknek a gyerekek az ablakon keresztül az iskolába, ugye Erik? Szóval az iskolában megszöktek a gyerekek az ablakon keresztül, de az én gyerekeim nemhogy megszöktek, beszöktek az ablakon keresztül az iskolába, annyira akarták a matematikát, Pató tanárbácsival égtek a vágytól, hogy koszinusszal meg szinusszal szorozzanak, osszanak, mert nem tudom. És úgyhogy, ugye ki volt benne? Zolika volt benne, még Bendegúz, meg hát ki mások, nem Gábor, nyilvánvaló, és ők beszöktek az iskolába. Na most én ezen elgondolkodtam, miután kirögtem magam nyilván, hogy ugye, hogyha valakinek eszébe jutott, hogy beszökhetnek az iskolába, akár el is taposhatnak az ablakon keresztül az iskolába, úgyhogy ekkor én a Föld összes állatát, növényét és minden élőlényét arra állítottam, hogy ezeket a szökéseket megakadályozzák, és mikor Russo Rebecca akart angolosan távozni az egyik óráról, éppen egy komplett darás család kergette vissza, hogy tanuljon. Volt, akik még nagyon sok kis tigli, amikor voltunk tavaly a szabaduló szobába, mentünk több turnusba, a gyerekeket vittem kocsival, és ők a, nem tudom már ki volt benne, de Dana biztos, meg Lili, akkor ott volt Tita is, meg még valaki, nem tudom, mindegy. Az a lényeg, hogy ez egy horror pálya volt, és könyörögtem, térden állva könyörögtem a csajnak, hogy hagyj érzgessen már én őket, hogy valamit a 4 év alatt visszaadnék nekik, vagyis akkor még 3, és ilyen kaján vigyorral az arcommal és a bakancsal rugdostam a fém ajtót, mint az őrület. Én nem is tudom, hogy ott halál, sikoly, imádkozás, minden volt, annyira féltek, de voltak még egyébként a balhék. Verekedés nem volt, ezt szeret. Egyszer volt cica harc, amikor, igen, amikor, mert ugye magyar ember mikor verekszik, foci meccsen. Ez egyértelmű, hogy csak futball meccsen lehet balhézni, és itt is két fiú, Bendegúz és Bertan, a labdán vesztek össze. Nyilván, akkor volt a TikTok trend, az nálunk nagy divat, Romániában is csináltunk egyet. Még mielőtt elkezdődött a balagás, is csináltunk egyet, és Gábor is egyszer csinált angolórán, hol van Marika néni, tudja tanúsítani egyet, amikor is kitalálta Gábor, mert ki az értelmi szerző, hogy raboljuk el valakit. Hát Martinnak se kell könyörögni, hogyha hülyeségről van szó, ugye Martin? És nyilván bevállalta az áldozat szerepét, és hagyta magát elrabolni. Nagyon sok mindent mesélhetnék még, már csak egy dolgot szeretnék megemlíteni, amikor Liz Greta Hanna játszott a ruhatintával, és olyan ügyesen csinálta mindezt, hogy 3 másodperc alatt az összes tinta az arcán. Na most az első megrökönyödésem után bementem a férfi mosdóba röhögni, aztán kijöttem, hogy mégiscsak kell kezdeni ezzel a gyerekkel valamit, úgyhogy nagy nehezen valahogy lesikálták, ugye? Rólad. Egyébként úgy nézett ki, mint Whoopi Goldberg és egy dalmata kutya keveréke, a kislány. Kicsit levert a víz, hogy fogom ezt a gyereket hazaengedni, de aztán mondom, hát majd én nem tudom, az apuka problémája lesz. Ja igen, és akkor a végére hagytam a papírgyűjtést, ugye ezt én felvállalom a feleséget, a gyerekeim szófogadóak papírgyűjtésnél segítettek Józsi bácsinak a pakolásban, és mondtam nekik egy pénteki napon, hogy nem kell gyorsan visszajönni, ne siessenek, igen, ráérősen, nem kell kapkodni. Most azt annyira komolyan vették, hogy a futballpálya és az iskola között lévő 300-400 métert egy 60 perc alatt tették meg, Pató tanárbácsi örömére, aki még nagyon fizikázni szeretett volna velük, úgy emlékszel, az én hibám, de megnézték a Izsófalva növény és állatvilágát, településhálózatot rajzoltak, bementek öltözni, inni, hát nem kapkodták el. Köszönöm szépen nektek ezt a 4 évet, én voltak rossz dolgok is nyilván, arra nem vagyok hajlandó még emlékezni se, csak a jóra, a vidámságra, és szeretnék bocsánatot kérni Varga Szintiától és Szajkó Tesszától,
Leventének a testvéreitől, akiket szintén tanítottam, és sőt, én voltam az osztályfőnökük is mind a két lánynak. Nem ti voltatok a legjobb osztályom, hanem ők. Köszönöm szépen. Kérem, hallgassák meg az utolsó dalunkat. Sietünk, mert kihűl a rátótus. Next. Egy ölelés éppen ég, a búcsúzni